Népi viseletbe öltöztetett baba és régi tárgyak. Többek között ilyeneket állítottak ki Tolnán, ahol a Magyarországi Németek Családfakutató Egyesülete megtartotta éves közgyűlését. A helyszín ezúttal Tolnára esett, ahol nem csak egy közgyűlést tartottak, hanem Tolnát is megismerhették az érdeklődők. Mert Tolna azon települések közé tartozik, amikor a német betelepítés során nagyon sok ember itt kötött ki ebben a Dunai kikötőben, és innen került a megye számtalan pontjára. Nagyon sokan letelepedtek itt, többek pedig a megyei birtokosoknak a területeire mentek tovább. A közösség 20 éve 2000-ben alakult Baján, és az idei első találkozóját tartotta meg. A tagok magyarországi német származású amatőr családfakutatók. Ehhez nyújtunk mi egy fórumot, egy találkozási lehetőséget, szakmai háttéranyagot, könyvtárat, stb. És az az egyik fő alapelvünk, hogy a találkozóinkat, a személyes találkozóinkat mindig máshol tartsuk. A Magyarországi Németek Családfakutató Egyesülete először rendezte meg Tolnán a közgyűlését. A családfakutatók az ország minden területéről érkeztek a Magházba, Tolna és Baranya megyéből, Bajáról, sőt még Budapestről és környékéről is.